Sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Tech Barát csatornán, szevasztok, én Gábor vagyok. Péntek, csütörtök van, nagyon gyorsan elszaladt ez a hét, és hát igazából ugye minden nap volt egy SEA mérkőzés, hol Open, hol pedig Intermediate kategóriából, illetve Interből, de bocsánat, hülyeséget mondok, Interből nem, mert ugye kedden a Manager Staff mérkőzése elmaradt, így ugye két Lenovo Legion Honvéd Academy meccset láthattatok hétfőn, illetve szerdán, és kedden debütált a League eSport, és hát egy hatalmas egy fordítás után, már 7-0-ás állás is volt az enemy javára, jöttek vissza Leszkijék, úgyhogy egy nagyon bravúros győzelemnek is lehetünk már a szemtanúja, hát a tegnapira folyamán pedig az LH Academy iskolajátékkal mennyi 13-2-re, vagy 13-2-re verte az ellenfelét, úgyhogy hát most pedig intermediate kategóriából jön majd a Manager Self-nek a soron következő meccse. Hát én azt gondolom, egy orosz csapat ellen többségében orosz játékosok vannak, van egy litván, illetve egy észt játékos is talán, úgyhogy inkább akkor azt mondom, hogy ilyen keleti csapat, a Synapse csapata ellen fognak majd hamarosan szerverre lépni. És hát ugye Szkorcsék az elmúlt fordulóban, ugye ahogyan említettem már, itt a keddi nap folyamán az Impulse GV ellen egy FFV-vel tulajdonképpen abszolválták és kipipálták a keddi napot, ugyanis nem jött el az enemy, de egészen konkrétan senki nem lépett fel a szerverre, de nem, hogy mondjuk ketten voltak és nem jött több, hanem senki. Úgyhogy hát, hogyha összességében megnézzük a csapatnak, illetve a Manager Self-nek a statisztikáit ebben a szezonban, elmondhatják azt, hogy 5 winnel 2 lose-zal jelenleg az 58. és a 60. hely között vannak, tehát mindenképpen kell javítani. Ugye ebben az eredményben, illetve ebben a helyezésben már valószínű, hogy benne van az is, hogy voltak már csapatok, akik lehet, hogy lejátszották ma a mérkőzésüket, illetve ennek a fordulónak a meccseit. Nyilván lesznek még olyanok, akik fognak majd játszani, de mindenképpen kell majd a győzelem. Ugye azt számolgattuk Zsombival, hogy hát azért egy olyan 10 győzelem itt is kéne ahhoz, hogy a legjobb 32-ben nagyjából számolgatás nélkül bent lehessenek majd a szezon végén, úgyhogy hát most ugye 5-2-ben állnak, még hátra van azért jó pár forduló, tehát abszolút nem esélytelen, hogy meglegyen a maradék 5 győzelem, és hát igazából a következő ellenfél pedig hát ugye a Synapse, akik hát Faceit szerint nem indultak az előző szezonokban, aztán lehet, hogy ott voltak, vagy lehet, hogy más néven, ugye ezt sajnos nem tudjuk, Faceit statisztikákból tudok ugye itt a képernyőn látható statokat gyártani, és hát az utóbbi két fordulóban nem volt olyan túl sok szerencséjük, egy dupla OT-ban, sőt, de dupla OT-ban így van, végül is kikaptak, vagy győztek, nem? Az elvileg az vereség kéne legyen? Na, azt most jó, mindjárt megnézem akkor gyorsan, hogy most ez vereség volt-e, vagy nem, az egy lose, az utolsó, és az utolsó előtti ez pedig egy 19-10-es győzelem, tehát igazából egy vereséggel érkeztek ide. Na, és akkor nézzük is a vétót közben, mert elindult. Inferno az, amit nem fogunk már látni. Szóval a lényeg az, hogy a Synapse jó formában van, hiszen ugyan az elmúlt fordulóban kaptak ki 11-13-ra, de előtte 6 győzelem, úgyhogy egy hangyányival jobban állnak, de igazából most a mai mérkőzésen ugyanazt a statot, illetve ugyanazt az eredmény arányt az ki tudja alakítani a Manager Self, mármint ami azt illeti, hogy akkor el tudnak ők ugye a 6. győzelmükre jutni, és a Synapse-nak pedig meg lesz a 2. veresége, tehát 6 győzelem mellett lesz nekik is 2 vereségük. Nagyon bízunk ebben, hát ahol már biztosan nem fogunk vereséget, vagy se győzelmet ünnepelni, az Nuke Vertigo és Inferno, ugye Infi került ki legelőször, aztán 2 map következett, most a Synapse bannol 2 pályát, és akkor utána majd a Manager Self fogja eldönteni, hogy mely maradjon bent. Hát, hogyha választanom kéne, ugye tegnap is nagyjából, ha jól emlékszem, akkor ráéreztem, hogy mi lett. Én Anubiszt szerintem ki fogják rakni az oroszok, így van, és még D2-t, úgyhogy Mirage Ancient közül, hát én inkább egy Ancient-t mondanék, most így megérzése, de aztán lehet, hogy a biztosat választják. Ugye itt Scorch elmondta, hogy mind Skirtle, mind pedig Ashornak a beépítése, illetve a beilleszkedése, úgymond az egészen jól megy, egyre jobban érzik amúgy egymást is, illetve jobban mennek a taxok is, és hát amúgy egyénileg is nyilván elkapják már a fonalat, tehát abszolút föl tudták venni a ritmust. És hát nem, a megérzésem az nem vett, hogyha nem adok fel a héten lottót, tehát nem Ancient, hanem Mirage lesz majd a pályánk. Az a Mirage, ahol
Hát igazából 20 lejátszott meccse van az össz statisztikát figyelembe véve mindkét csapat esetében, tehát ez nem az elmúlt három hónap, és összességében több mirást játszott, kétszer annyi mirást a magyar csapat, mint az oroszok, viszont hát ugyanannyi győzelmük is van rajta. Ez azt is jelenti, hogy 91% a Synapse-nél és 60% a Manager Self-nél. Ugye Inferno lett volna az, ami a statok alapján nekünk azért feküdhetett volna, de még azt gondolom, hogy hát igazából ugye benn maradt egy másik pálya, ugye a Ancient volt. Igen, Ancient azért annyira nem, és abból 6 per 6 az enemy, úgyhogy ha úgy veszik, akkor ez egy egész jó választás volt a miénk részéről. Hát reméljük, hogy ez be is fog igazolódni, és egy szűk egy órán belül, vagy ha bő, az sem érdekes, legyen itt is sok-sok OT, csak nyerjen a végén a Manager Self. Úgyhogy mirázs lesz tehát a pályánk. Felkészülök én is, illetve a csapatok is, és amint mindenki itt lesz és ready lesz, jövünk vissza, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire.
YouTube-on közben megtaláltak valami külföldi emberek, akik azt kérdezik, hogy lesz-e itt most Cubic Green Dust Play, meg aztán, hogy az Emeritus Banditus, a VS Modern Players, tehát hogy, és akkor mondjak eredményeket, tehát nem értem, emberek nem tudják használni az internetet, illetve a faceit.com, na mindegy, jó. Megmondtam nekik, hogy nem vagyok én izé tudakozó, aki majd így megkeresi ezeket a csapatokat. Itt most Manage Yourself, Synapse összecsapás lesz. Hát és sajnos nagyon úgy néz ki, hogy nem mi fogjuk az oldalt kiválasztani, hiszen Scotch menekül. Na, még nem biztos, de végül is egy kiért még be tudott húzni, de a másik feles játékos már nem tudta késelni siót. Márhogy ez nem az üdítő, vagy a gyümölcslé. És jó. Ismerkedjünk még egy kicsit az enemy csapatának a neveivel. Zaza, Sio, Punch, Punch, akkor legyen Punch, Kiahe, és Bye My Heaven. Na, hát akkor oldalt is cseréltek, hiszen ugye a Synapse nyerte a kiskört, úgyhogy Zazáék majd a CT oldalon fogják kezdeni, és a Manager Self pedig majd a T-ben. Játékhangját közben a streamer szoftverbe lejjebb vettem, úgyhogy itt minden jó lesz most már, nem úgy, mint a tegnap üvegcsön, úgyhogy bocsánat emiatt. Na, hát akkor nézzük a pisztolyos kört, ahol egy duál, egy pillanatra benézett Kainál, de végül is vissza eladta, és maradnak az UBSP-k, illetve két Moli meg két Néd náluk, és a T csapat pedig a Manager Self, már ott van GBK-nál és a kis fityegő, ilyen kis csillámos fityegő a pisztolyon. Az igen, kiállé, egy hatalmas nagy fejessel kezdi meg a kört, Zaza is válaszol. Hát így az a baj, hogy későn indítják meg ezt a támadást, tehát a későn jön a füst. Talán ez a füst nem is annyira jó, ami hát legalábbis egy minimap által, hát ezt vége, ennek vége lesz. Tulajdonképpen ilyen szép lassan megy föl kiállé, és befejezi a kört. Egészen pontosan kereken 4K-t pakol le az orosz vagy ő az ész, nem tudom, hogy ezt mindig szóval... Nézzük, játékos, hát igen, itt bepikelt, és mit pillanatra lehetett látni pont a visszajártások a legvégén, tehát milyen a sors? Általában hát tegye fel a kezét, akivel szintén volt már ilyen, és most én is így emelem, hogy valahol a tömeg legvégén vagy a tömeg, tehát a csapatodnak a valamelyik hátsó embere bepikelnek 500 kilométerről, és téged van, te fejelnek le, aki leghátrébb van. Na mindegy. Most pussol egyet, egészen pontosan minden csapatársával érkezik amúgy Sióval, de kapják amúgy a damage-eket, 57 HP-n vannak, és amúgy igazából őha abban a moliban nem tud elmenekülni, és Punch meg szerez két freget is, és Sió pedig a harmadikat, úgyhogy ő is kettőt, most versenyeznek, és hát igazából ezzel Squirtle marad egyedül a Dezivel. Az szép volt mondjuk. Esetleg még, hogyha egy-két fegyvert el, hát igen, csak már érkezik. Na, nem adja be. Bye My Heaven befejezi ezt a kört is. Úgyhogy 2-0, ugye kisebb vásárlás volt a T oldalom. Tehát ennek következtében, ennek köszönhetően a harmadik körben most már AK-kal fognak zombiék támadni. 5 darab AK utility-kkel is jól állnak. A loss bónusz még nem nincs kimaxolva, és hát enemy oldalon pedig ugye az előző körből kimentett kis MP9-ek vannak, de ott van már az AWP, illetve Zazánál az M4. És az nagyon jó lesz sajnos. Egyelőre nem, igen, nem szóltatok senkit, minden nem mentek ki, jött egy ablakfüst ugyan, készültek rá, robbantották is amúgy Siónak, de végül is nem sikerült senkit se spotolni, ugyanis hát a bombát B bejárat előtt eldobták, ketten tartják B apit, na most fognak talán második ütemben kiérkezni midre. Pont mikor elment már azért az ablak füst, és GBK pedig érkezik underből, úgyhogy ez tulajdonképpen ez még akár egy, hát én azt mondanám, hogy inkább néz ki egy elkerítőnek, és lehet, hogy itt hatossal így van Scorch, lehet, hogy direkt le is spotoltja magát, még van nála egy flash, illetve egy smoke, tehát ő még akár tud zavart is kelteni. Hát közben konni is kilettem, hogy füstölve, akkor ez inkább egy, lehet, hogy egy B-kerítő, így és vissza tud menni a füstbe, ez az a, így ezért nagyon kár volt. Sió ebben a pillanatban átrotál, és amúgy ezt jól teszi, mert közben Scotch felvette amúgy a bombát, és nagyon úgy néz ki, hogy hát egy ilyen B helyett, köszönöm szépen a követést, Niguel, vagy thanks for following.
Kettő, mert itt vannak fönt konnektorban. Hát igen, erre. Erre számított K.E. Kiahe, zombi Scorch tud trédelni a csapattársára. Ketten továbbra is itt vannak, de ez tartja amúgy Zaza is. Egy van. Hát, és majdnem belement tulajdonképpen ő is a célkeresztbe, de igazából Esor tudott trédelni, de utána jött punch, és jó pedig befejezi a kör. Tehát eléggé szét volt esve ez a kör, nem éreztem azt, hogy itt... Nem tudom, mit... nem tudom megfogalmazni az érzéseimet, mert olyan fura volt. Tehát az még egy tök jó elképzelés volt, hogy kifüstölték ablakot, első szándékból nem mentek ki midre, hiszen ugye robbantották a füstöt a VP-snek, utána ő elment onnan, hárman is voltak bénes, és ahelyett a zombi esetek kicsit bére valami nyomást próbált volna helyezni, eléggé hamar visszasétált, közben már ugye Miden, illetve Underbolt, talán GBK volt az első, aki elhullott, szóval hogy így nem, és utána meg ketten állnak Koniban, próbálnak a rámpás játékossal várni, illetve az ő kontaktjára valamit csinálni. Hát itt meg folyamatosan darálnak, igazából itt pisztolyokkal nem sok esélye van GBK-éknak. Azzal a dezin is van egy fityegő. Azzal ami kis fegyver, az egy VP, azt nézem, vagy egy valamilyen pisztoly. És KIA előtte GBK-t, és hát Esornak egy frag jön össze. Cserélgetik az AK-kat a CT-k. Rengeteg pénzük van most már igazából, hát ugye a következő, illetve az elmúlt körökben nem igazán hullottak el, tehát nagyon kevés fegyvert, illetve utility-t kellett. Jutikat még talán igen, de hát fegyverből nagyon keveset kellett ugye megvenni és pótolni, úgyhogy ahogy láthatjuk, most is csak egy ilyen 1000-1000 pár száz dolláros vásárlások. Egyedül KIA-nál van 5800, ugye ő hullott el a CT-k közül. 4-0, és akkor megint fegyveres kör a T-oldalon. Most már Zsoltinál ott van a VP. És kapott egy flash-t amúgy Zaza, Sió pedig hát Koniból fogja majd sortot, vagy próbálja sortot tartani, de ki lett Koni amúgy füstöve, hogyha jól látom, nem tudom, hogy fölötte ez mennyire mély amúgy. Így, azt viszont hallották. Nem tudom, hogy punch, vagy punch számítani fogja majd arra, hogy esetleg ennyire közel lehet Zsolti, vagy inkább visszaszaladt. Érkezik egy újabb, ugye ez információ lehet, hogy hát mondjuk nyilván el is dobhattak egy molit, de arról, hogy 2B védő van azon a szájton. Zsolti marad is még egyelőre ott, 63 HP-ra lesebezve. Ketten pedig már hogy itt vannak minden teljesen elengedték a CT-k, és most úgy néz ki, hogy Zaza próbál meg majd, hát nem, jungle-ben nem próbál, tehát inkább csak átadják CT-t, és megengedik azt, vagy átadják azt a lehetőséget most a támadó oldalnak, hogy bemenjenek vagy short irányából, vagy akár föl Koniból ugye a szájtra. És most érkezik egy... Erre egy smoke. Na, ez érdekes. Tehát a bomba meg minden. 43 másodperc. Tehát igazából lehetett úgy 1 perc 20, hogy nem történt semmi. Nem volt kontakt. Na Zsoltinak most van az első kontakt. Erre By My Heaven tud válaszolni. Zaza is elhullik. Sírónak így vissza kellett, vagy Sírónak vissza kellett így tartania, és Scorchot el tudta lőni. Hát viszont Kiáinak nagyon jó a pozíciója, de erre számított Esor, és egy nagyon szép fejessel még pont időben, mielőtt még Kiai meghúzta volna a ravaszt, haló, azt tettem, kéne hagyni füstön át, és egy miss, azt büntetni kell, így is van. Esortól ott van a következő is. És By My Heaven pedig menteni fogja azt az M4-et, és azt nézem, hogy VP-vel, nem a VP, ezt CT-kezdőm volt, hogy VP-t nem fog tudni majd menteni, úgyhogy nem mintha ez akkora probléma lenne azért a CT-knek, hiszen lesz majd pénzük vásárolni, de a lényeg, hogy megvan az első köre ezzel a Manage Yourself-nek. Az is a lény, fontos, hogy hárman túlélik, GBK, Skirtle és Esor, és ne felejtsük el, hogy Esor most nagyot ment ebben a körben. Igaz, hogy csak kettő kije volt, idézőjelben csak kettő, de körértékű killek voltak, ezzel meg tudta akadályozni a szájtnak a ritékét, illetve azt, hogy megalapozzák a ritéket. A CT-k. Egynélről folytatódik a mérkőzés, tehát 4 darab AK, egy VP, ellenkező oldalon szintén hasonló, csak ugye M4-ekkel. Kérdés, hogy Sió fogja nyerni ezt a párharcot, ki lett füstölve ablak. Tudják nagyon jól, hogy még nem kell kipikelni, hiszen robbantják. És akkor még szépen második hullámban meg lehet indulni, illetve lehet tartani ablakot.
az gyönyörű volt Zsoltitól, megvan az első, ott van a második, és Zaza is elhullik, ezzel dupla emberre, hogy megkerülnek a tég, ugye alapvetően már Egában is tulajdonképpen jobban, illetve előnyösebb helyzetben van a támadó oldal minden pályán, hiszen ugye most három védekező játékosnak kell valahogy két szájtot is lefednie, és inkább úgy vannak vele, hogy ára fektetik a hangsúlyt, vagy pedig valakinek hát információt kell szerezni, és ki kell tolni a pályának valamely részét, és most úgy néz ki, hogy ez a valaki, ez kiáé lesz. Nem annyira tolja, bár igazából Rampán most kíváncsiskodik, és így megpróbál csak benézni. Lehet, hogy erre azt fogják majd kólolni, hogy előtt nincsen, mondjuk ettől még palaszt nem lett letisztázva, lehet, hogy oda is mondja, föl fog ugrálni. Egyelőre maradtak még el, mondjuk ez nekünk jó, abszolút. Igaz, hogy Sió most kezd átrotálni a VP-vel kicsőnbe, és hát igen, amíg ugye By My Heavennek a füstje tart, sőt, most egy Moli is, most indítják meg a VP-vel egy miss. Sió kénytelen pozíciót váltani, bement már Sight-ra. Kérdés, hogy erre majd számítanak-e? Skorsnál ott van egy. Nem kell rápíkelni. Ajaj, By My Heaven és Kiai is egyet-egyet el tud lőni, és Zsolti pedig By My Heavennel végez, úgyhogy hát ott van az információ, és Skors pedig egy gyönyörű lövéssel Kiait el tudja lőni, úgyhogy megvan a második is, zárkózik a Manager Self, nem engedjük el őket hétre, mint ugye láthatok a keddi nap folyamán, ugye a League Esportnál ott azért 7-0 is volt, mert olyan, hogy 7-1 az állás, és onnan fordították meg, és 13-9-re nyertek Leszkijék. Itt most nem kell, egyelőre úgy néz ki, nem kell annyira izgulni, hogy meg lesz legalább a döntetlen vagy egy szoros eredmény, hiszen még simán akár a 8-4-es félidő is összejöhet. Egy boost By My Heaven-től csapattársát Punch-t rakta föl ide B-re. Ki kell, hogy tolják, igazából ugye Echo körön vannak most a CT-k, és területet akarnak foglalni, illetve információt. Hát ez a Dezitek az amúgy nem volt rossz Scorch-a. Kicsit beletúrt ő is a füstbei ablakban, de nem talált el senkit. És betolják most, igen, most agresszíven próbálkoznak, és Kiainak viszont be is jön. Ez az agresszió, GBK hullik el, és tudnak is már egy AK-t kimenteni. Ez még nem feltétlenül jelent azért problémát, hiszen a többieknek azért csak pisztolyaik vannak, illetve kettő darab dezi, azért azzal a dezivel be lehet ám találni. Ki lesz füstölve Koné, úgyhogy mehetnek be, nagyon jókor jött Zsolti, Skörtön Rampáról közben Zsolti is lőtt egyet. Sió esélye nem volt Siónak, Zsolti számított rá, és akkor nagyon gyorsan egy 2v4-ben találja magát Kiai és Punch. Hát és azt gondolom, hogy az előbbi játékosnak mentenie kéne inkább azt az AK-t, ha egyáltalán Squirtle engedni fogja. Hát akkor Zsolti nem engedi. Ne, Zsoltira végül is tudtak trédelni. Tudják, hogy ott van már Shorton, amúgy felvette a VP-t Punch. Squirtle pedig letartja Shortot. Én nem is értem, tehát hogy úgy megy hátra, vagy háttal, hogy tudja nagyon jól, hogy Rampán volt egy játékos, és ölt is egyet. Na mindegy, ez legyen Punchnak a hibája. Nem tudnak fegyvert sem menteni. És azt nézem, hogy hát annyira azért jó vásárlásuk nem lesz. Ugye meg tudják venni a fegyvereket, illetve Kevóval együtt, de utility-kkel nagyon nagyon rosszul fognak állni, és azért ez döntő szerepet jelenthet majd, ez döntő szerepe lehet majd ebben a körben, hiszen most a lehetőség adott a Manager Self-nél, hogy akár 4-4-ig is visszajöjjön Egára, sőt azt követően igazából ugye 5-4-es vezetést is átvegye, hogyha Echo-ra kényszerülnek majd Sióék. Mondjuk úgy, hogy egy kisebb fajta rámpaték igazából megvolt már, egy flash-sel Zaza be tudott menni, tartják itt most Palaszt. Hárman vannak A-Sight-on, és tulajdonképpen eléggé passzívan még a Manager Staff játékosai. Squirtle az, akinek igazából nem kell annyira előre menni, már csak azért sem, mert ugye ő egy egyszem lurkként van ugye A-Sight-on, tehát neki nem kell majd kipikelni egészen addig ajtóból, amíg valamilyen kontakt valahol nem lesz, tehát valakiről nem lesz esetleg információ, akár csak annyi, hogy melyik Sight-on hány játékos van. Na, egy kontakt viszont megvolt, itt a VP és Sió az, aki előtte magát, pont nem láttuk ticketről, vagy mellől. Itt egy füst Konira, és egy jó timinggal be tudott volna menni Scorch.
Ő elhullik, de közben Squirtle. Apiból tud egyet, és Esor pedig nagyon jó érzékkel érkezik meg, és Zazát elcsípi, csak az, hogy itt van Sió, és Sióról van információ, kéne tőle legalább egy miss, vagy a lehetőség, űha, az ott jó, az ott nagyon jó, tudni kéne tovább. Hát ez így eléggé unlucky, és most meg kéne várni Zsoltit GBK-nak, valahogy húzni kéne addig az időt. És már itt vannak amúgy mind a hárman a CT-ktől. Nem lehetetlen küldetés, mert a VP-vel amúgy be van szorulva, de ninja környékére, GBK egyet elő. Sió, GBK-nak elég a tüzében is. Jaj. Ja, nem lesz meg most már a bomba. Ó, a mindenit. Gyerekek, és így bukja el ezt a kört a Manager's el. Bár mondjuk szép volt, hiszen végemberről még voltak a CT-k, és nem sokon múlt, és GBK nem vette észre, illetve nem is vehette ből, aztán már közelebb járt, és kilőtték ugye a bombás társát. Vissza kellett lenni a bombáért, és így pont, hogy nem volt itt, ez kb. Egy másodpercen múlt, lekerülhetett volna még a bomba, és akkor azért az 1v1 ez még úgy izgalmas lehetett volna. Ugye ezzel nem lesz 4-4, hanem 5-3-ra ismét megnöveli az előnyét a Synapse. Két kör az előny, de alapvetően azt gondolom, hogy mivel ők választottak oldalt, ezért nyilván a CT oldalt ezt ők gondolom én, hogy biztosabbnak, illetve stabilabbnak érzik. Nagyon jó helyen kapta amúgy a teget Zsoltitól. Na még egy. Úgy! Így is van! Sió az, aki... Hát ez gyönyörű volt. Ezt tanítani kell, mintha érezte volna Zsolt, hogy ott még bújik egy játékos, és valóban bújt egy játékos, GBK pedig szintén nagyon jól tartja amúgy By My Heaven-t is. Zaza pedig közben már... Haha, ennyi. Ki tolta volna rámpát, ez a kis tolta rámpát, Squirtle pedig számított rá, ugye az előző körben ő volt az, aki itt palászban lörkölt, nem tudom, hogy miért nem nézett esetleg visszafelé is. Zaza, na, ott van a válaszom úgy Punch-tól. Így azt már legalább tudjuk, hogy van egy játékosuk shorton, és Scorch ezt ki tudja, hát ki tudná nédelni ez a néd, amúgy nem lesz ról, hát 80, By My Heaven közben GBK-t is ellövi, úgyhogy ezt most már biztosan tudják, üha. Akkor kellett volna még, amikor fegyvert cserélt, most már AK-ja van amúgy itt By My Heaven-nek is. Tehát Punch, illetve By My Heaven, így van, ott vannak, és már nézzetek meg, A-Site-on vannak amúgy ketten is, Scorch, illetve Esor, úgyhogy Squirtle-nek a bombát nagyon-nagyon gyorsan Underból kéne hoznia. Csak a probléma az, hogy hát itt most el lett amúgy füstölve, üha, sortad egy kis harc, az a füst az amúgy nagyon jókor jött, és a mákunk talán az, hogy Kiai visszamegy T-kezdő irányába, úgyhogy így a bombát, hű. Úgyhogy így a bombát el tudja vinni, és át tudja vinni A-Site-ra. Kérdés az, hogy rámpáról fognak-e, vagy rámpa vagy palász, most nézzük, hogy palászból fog indulni a riték, vagy próbálják majd meg. Közben Esor CT kezdőn, illetve kicsönki Eratánál tud egyet ölni. Hát gyönyörű volt Squirtle-től, Kiai is elhullik. És akkor a VP-t pedig így menteni kéne. Most már tudjuk, hogy ott van. Shorton fut vissza Site-ra, szerintem ezt hallják is, meg azt is hallják, hogy gyönyörű volt Esortól, hát nem tud fölugrani Punch, mert ellövi szinte a levegőben Esor, és még a VP-t is ki tudja menteni Zsoltinak, zseniális. No, szoros a game, ismételten Echo körön vannak a CT-k, kisebb pisztoly upgrade történt, és hát lejjebb vették magukat azért 2000-nél, de a loss bonusnak köszönhetően tudnak majd, illetve a következő körben azért, annyira azért nem, mert az 1500 mondjuk CT oldalon, ott majd azért be kell áldozzanak utility-t, vagy egyéb más dolgot, Scorchnál közben meg lett Underben a nyitó, By My Heaven az életének mondott most búcsút, By My Life. És nézzük, hogy most számítanak-e, ugye most Palace-t kitolta amúgy, és Squirtle pedig most nem Palace-ban volt, hanem Kakason, és most fog visszanézni, és hogyha nagyon jó timinggal fog visszanézni, akkor le is tudja lőni, így is van, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-hét, GBK és közben Punch-ot, fú, hát itt most dara van, és itt most kegyetlen mészárlás van, füstönet, Zaza is elhullik, úgyhogy, na, Sió marad egyedül. Ablakban. Próbál valamit alkotni. Zsolt érzi beledő egyet benchbe is, hogy hát ha azért, hogy itt az előző körben eltalálta, így kétszer is, háromszor is, illetve kétszer kellett, hogy beletúrnia, de
egyet beletúrt, kapta a teget, ugye a VPS jó, aztán valahova a füst másik oldalára, vagy ablak másik oldalára, és akkor utána így lehetett látni, hogy gondolkodik, oda, na, még egyet. És ott volt, és meglett a frag, úgyhogy gyönyörű volt Zsoltitól, és ezzel meg lesz az 5-5, és én nagyon kíváncsi leszek amúgy a vásárlására a Sióéknak, mert ugye... Hát, gyákát sajnos ki tud most menteni? Ki tud menteni? 55 HP, nem úgy Sió. Ja, hát közben jött Squirtle, nem is figyeltem, azt néztem, szevasz Liton. Azt néztem, hogy majd ablakból ugrik be, vagy esetleg B kicsön irányából tudja majd átadni kolonát a T játékos, de végül Squirtle jött rámpáról és hátba tudta lőni Siót. Nem lesz mentés sem, és ahogy azért mondtam, hát VP-t biztosan nem fognak venni, tehát azt, hogy most vettek egy kisebb, történt egy kisebb upgrade pisztolyokban, annak azért most itt van az eredménye, hogy oké, hogy vannak M4-ek egy MP9 mellett, de az M4-ek mellett nagyon kevés a utility, és ugye helmet például nincs is, nem mint hogyha mondjuk a, ugye az AK ellen ugye szokás is mondani, hogy igazából AK ellen nem kell tulajdonképpen helmet, hiszen egy fejes, vagy egy one tap és az AK az öl, hogyha fejre megy. Na nézzük, akkor az új, hát mondanám, hogy új, de ugyanaz a felállás, mint pár körrel ezelőtt, hogy hárman beálltak átvédeni, szinte ugyanabban a felállásban amúgy kicsönt ablakot elengedik, és ketten már amúgy szépen, óvatosan Punch, illetve By My Heaven kezdik tisztázni B-házat, mondjuk ez rengeteg információ a CT oldalnak, és hát így eléggé hamar meg tudnak majd amúgy érkezni. Kérdés mondjuk az, hogy egyáltalán hova akarnak érkezni, mire ők esetleg Underba ide át, vagy Underból átjönnének. Az is lehet, hogy Squirtle most felkapja a bombát T kezdőn, és lehet, hogy B-re akarnak majd innen short irányából bemenni, de nem, nagyon úgy néz ki, hogy a bomba az most megindul A irányába, van egy Palace játékosunk is, GBK személyében. Ajaj, ez azért nem számított, eléggé open positionben és off-angle-en át, és Siónak is megvan e sor, úgyhogy rongyolnak most át, igazából ez még mindig nem annyira rossz, hiszen ugye van egy under játékos, egy ablak, és ketten még án, tulajdonképpen egy van punch, akire, hát kérdés, hogy fognak-e számítani majd, Sió, hát, na, Squirtle-nek megvan, úgyhogy most viszont rohanni kell, kérdés, hogy majd underre számítanak-e. Ajaj, nézzük, Zaza, róla tudják, hogy hol van Squirtle, így, nem jön össze sajnos, Scorch pedig, hát én inkább azt mondanám, hogy menteni kell, ugye 9 másodperccel a vége előtt bomba mélyen beesett ugye B-site-ra. Alapvetően ezért kár volt, nem volt rosszom ugye a CT-nek a taktikája. Ő is Scorch-tól még ezért 2 frag a végére beakadt, a végén ő is elhullik, úgyhogy legalább így ezért fegyvereket tudtak 4-et is elvenni Zazáéktól, és hát ugye GBK-éknál van bőven pénz, van pénz lóvére, úgyhogy az utolsó kör nem jelent majd problémát. Hát reméljük, hogy meg lesz a 6-6. Ez nem volt rossz igazából, én azt gondolom, hogy punchot, hogyha ha ki tudják, illetve ki is tudták szedni. Talán ugye itt az volt a probléma, hogy még underben volt egy játékos, és arra már nem számított Squirtle. Amúgy be tudott volna menni B-szájtra, és le tudta volna tenni a bombát, és már akkor ugye számíthatott volna arra, hogy esetleg apiból vagy kicsömből érkeznek majd a ritékelő játékosok. Így nem volt már sajnos ideje arra, és a bomba is ugye behullott mélyre. Hopp, lehet, hogy nem egymás mögött kéne menni, Scorch, illetve GBK. Esort pedig kiszedik közben, Punch. Squirtle az, aki válaszol egyel. Kiahéra. Szokásos 2 B-védő, ugye Punch, illetve By My Heaven, de az előbbi játékosnak 46 HP-ja van csak, úgyhogy igaz, hogy van már egy fregje, de azért ő kapta. Kéne egy kis nyomást szerintem helyezni erre a B-site-ra, mert ezzel tulajdonképpen így nem mozgatják meg a CT oldalt. Amúgy nagy, alapvetően van néha egy-két agró a szinapszosoktól, de nagyon ritkán, főleg ilyen kisebb fegyveres körökben, vagy pisztolykörökben, amikor területet kell szerezzenek ahhoz, illetve információt, hogy ezt a kevés By My Heaven közben, nem tudom, indokolatlanul ránéz ledőrre, és kifejeli még közben GBK-t, és atya úristen, hát... Ez így eléggé állaki, és ezek is Scorchnak be fog-e majd jönni a számításra, mennyire fog számítani arra. Hát, elment mondjuk Palace-ban Zaza. Hopp, azt viszont hallja más, jót. Üha, meg lett, csak hát igen, Zazára nem hiszem, hogy fog számítani, plantolja a bombát.
Hát a plant az meg lesz, de igazából ez nem számít semmit. Azért nem számít semmit, mert ugye utolsó kör volt, úgyhogy teljesen mindegy, hogy most ki plantolta, lesz-e pénz, nem lesz pénz. Igazából 7-5. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz eredmény. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy azért itt már 4-0 is volt a CP-k javára, a szinapszosok javára. Jaj. Jaj, bocsánat. No, pisztolyosban viszont ugye a szinapszosok épp hogy majdnem vettek egy duát, de itt most nem majdnem, hanem biztosan vesz Zsolti egyet, illetve van egy kisebb upgrade, meg utility is a CT-knél. Zsolti egyet áll a füstben, a molóban, és hát végül is a moló segítségével Zaza eredményes tud lenni, megvan már közben az insight. 4v4, a CT füstös csak most poppant, illetve durrant ki. Júj, ott van a fej! Csak az a baj, az USP-vel azért ez nem egy egyenlő erők csatája. Gyönyörű szép volt Esortól, ez mindenképpen kellett, Sió közben válaszol egyre, és tudja nagyon jól, GBK is ott volt, Sió ugrott egyet, és Scorch pedig, hát innen próbál valamit majd alkotni rámpa irányából, 1v1. Hát Siónak ki kell mennie, Scorchnál azt nézem, hogy volt-e, vette valaki Diffuse kitet, mindenképpen rá kell szednie, nincsen ugye Dev kit, hát megy rá, nem is lesz. Ja, most nem tudom, mit csinál, na mindegy, jó. Menekül, de... mit akart? Miért akarta ráadni? Nem volt diffuse kit, na mindegy. Hát ezzel sajnos 3-4 ismét a különbség. És ugye plant is volt a szinapszosoknál, úgyhogy nem csak, hogy tudják venni, de valószínűleg itt már rákák is ott lesznek majd. Én megmerem kockáztatni, egyelőre galilok. Nézzük, hogy... Hát nem, akkor ráká nem lesz. Így van, 4 darab Galil és egy Mac-10 By My Heaven-nél, viszont így utility-ket bőven tudtak vásárolni, és meglepő módon forszolnak a CT-k, ez még igen nagy kockázat, hiszen hogyha ez a kör nem lesz, meg akár 10-ig is el tud menni ugye a Synapse, és 5-10 az már, én azt gondolom, hogy a mérkőzésnek ugye a legnagyobb eddigi különbsége lenne. Nem mellesleg ugye onnantól számítva, már csak 3 kör kéne a Synapse-nek ahhoz, hogy befejezzék a mérkőzést. Hát a tag nem volt belőle, helyett Zsolti kapott 44 AP-t. Scorch egyet tud fregelni, erre érkezett még egy válasz. És érkezik egy A-execute közben, négyen jönnek befele rámpáról, illetve Palace irányából, ugye Palace ki lett, le lett tisztázva, Sight tulajdonképpen megvan. Van egy deep CD füst, ami még ezért bemehettek volna, Squirtle-re pedig számítanak. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a Zsolti is elúlik, hogy ez a force kör nem fog összejönni, és így nem csak hogy 9-5 lesz a következőben, mindenképpen majd... Hát és meg az se jön ezt a szegény sornak. Szerintem csak hogy 5-9, hanem ugye most Echo-ra kényszerül majd, illetve talán egy-két játék ön Zsoltinál van egy kicsivel több pénz, de ugye a VP-re gyűjt. Hát kicsitik el kell, hogy engedjék, illetve el kell, lehet, hogy nem engedik el. Lehet, hogy meg lesz, látjuk már azért Echo-kör győzedelmeskedni a fegyveres körön, kör fölött, de hoppá, valljuk be őszintén, hogy elnézve azért a Synapse-nak a játékát, illetve azt, hogy hát most még a szerencse sem áll a manager self mellett, nehéz, nehéz dolga lesz majd így most a pisztolyokkal Squirtle-éknek. Hát így mondjuk, hogy a Squirtle ilyen fejeseket pakol le a Dezivel, akkor nem, 5v4. Nem kell nagyon rángatni, csak türelmesen kell. Júj, ez viszont nagyon jó Scorch-tól, és megvan az egyik frag a másodikra, sajnos már nem számít. De közben GBK-nak is beakadt egy. Nem baj, még By My Heaven ezzel a fregével csak szépíteni tud, ebben a pillanatban viszont egyenlíteni is, ezen Punch az, aki lenéderi Squirtle-t, és ezzel elhullik a magyar játékos. De tulajdonképpen van egy Galilunk, illetve egy Dezink, ami annyira azért nem rossz. GBK-nál és Zsoltinál, akik, GBK viszont kapta a nénet,
érkezik egy füst, By My Heaven kizár ugye CT-re, és Saiton marad ugye csapattársa, Punch. És itt igazából le van tartva a lépcső, úgyhogy amint ott GBK kidugja a fejét, abban a pillanatban valószínű, hogy halni is fog. Hopp, az viszont szép volt, kapnia kellett GBK-tól, Zsolti. By My Heaven nem lesz, nem lesz idő, szedi. Nem volt rossz. Még az AK-t is föl tudja amúgy szedni GBK. Meg lesz a 10-5, amit mondtam. De nem volt amúgy, és még ugye meg volt az esély arra, hogy meglegyen ez a kör. Nagyon szépen csinálták Spurs, hogy gyönyörű volt a nyitó kill. Azt egyik hozzá, ez is egy hatalmas játék, és nagy szerencse is volt, hogy még időben föl tudott Scorch mászni a létrend, és így nem hallották, hogy ő ott van közeli range-en, szögön a Palace bejáratánál. Egyet el tudott húzni. Unlucky volt, hogy nem számított már a második játékosra, hogy még valaki esetleg érkezik majd Palace-ból. De így is meg lett volna a lehetőség. Ott volt az esély, hogy meglegyen az a diffuse, illetve az a riték. Igazából három kell még a színapszak, tehát még annyira azért nem mondom, hogy szorul a hurok. Ez azért, hogyha most a következő fegyveres kört tudja hozni a Manage Yourself, ugye az egy nagyon szép Zsoltitól, igaz, hogy előtte Scorch kihullott. Szóval, ha tudják hozni, akkor igazából arra mindenképpen jó volt az előző köröknek a hát még hogyha lose is lett belőle a Manage Yourself oldaláról, de a kijei, hogy láthatjátok, hogy nem sok pénz maradt Sióéknál. Egészen konkrétan a kijeinek van egyedül, nem volt, esetleg Punchnak van. Hát csak igazából ez így... Mire ezt így elmondom, meg itt elkezdek matekolni, az meg egy miss. Az még egy miss. Jaj. És a bomba bén. Hát ki kell menteni ezt a VP-t. Csak hát így 11-5, és ez így most már azt gondolom, hogy neccesebb, hiszen ugye most így a CT oldalon nem lesz pénz, lesz egy hero VP. Kérdés, hogy megpróbálják, hogy a loss bonus az... Hát még az sem, mert ugye nyerték az előző. Na mindegy, szerintem nem fogják vásárolni, csak ezzel ugye megint ugye az a helyzet, ami már mostában nagyon sokszor fölmerült. Korábbi közvetítésekben is nem egyszer volt ilyen szituáció, hogy... Ugye 11 körön az enemy, és az ellenfél csapata pedig hát pont hasonló helyzetben van, mint ugye itt, hogy nem tudják, tehát nem tudnak fegyveres körön lenni. Még akár, hogyha van egy-két kimentett fegyver, oké. Vagy ha nincs, teljesen mindegy. Tehát nem tudnak vásárolni fegyvereket. Ha ekóznak, akkor ugye az mindenképpen a 12-et jelenti. 99%-ban az ellenfélnek. Ha pedig forszolnak, akkor az sem annyira erős, kevesebb a utility, de legalább vannak esetleg SMG-k. Ott tényleg, hogyha bejön a gambling, tehát eltalálják azt a site-ot, mondjuk stackelnek, vagy bejön az... Siótól. De hát még ilyen lövések jönnek be Squirtle, ugye egyből kiesik itt a játékból, 20 másodperc telik el, kb. 15 másodpercet a kör kezdetét követően. Az a néd az amúgy jó, és kicsit bele is ég, és végül is a Moli végez Scorch-sal. Esorra nem számítottak. Volt 3 elvédő, és GBK pedig egyenlít, úgyhogy 3v3. B, Apiból nem fog jönni igazából senki nagyon messze, még TV Roomban van egy játékosuk elhagyva, úgyhogy most kicsit szétszakadtam úgy a Synapse-nak a támadása. Az gyönyörű volt, nagyon kellett, Sióra, nem tudom miért nem nyomta meg a bal klikket. Azt nézem, hogy bombával most érkezik majd Kiai, innen Apiból, illetve Palace-ból, marad rámpán, és ott közben érkezik a B játékos, illetve a TV Roomból, megindult egy Underen keresztül, úgyhogy jönnek majd Koniból is. Ez mondjuk abban a szemben veszélyes, hogyha esetleg kérdés, hogy meddig fogja tartani majd Zsoltit, Konit. Egyelőre most ugye Palace lokkolja, az sem rossz amúgy, hiszen onnan fog majd érkezni Kiai a bombával, és inkább, hogyha lehet választani, akkor a bombást kéne ellőni, Esor itt van Palace alatt, neki van egy AK-ja. Fél perc az órán, meg kell lassan indulni. Utility-en nincs, illetve van, Punchnak van Jutia. Zsolti ellőtte magát sajnos. Bent van már amúgy jungle-ben egy játékos. Kérdés, erre meg GBK-nak kéne majd számítania, hiszen tudják, hogy elengedték, de egyébként tudják, hogy jungle-ben van egy player. Kiai elhullik, Sió tud válaszolni. Zsolti még egyet ellő, 2v1, 10 másodperc. Azt át kell tolni, nem föl is kéne szedni előbb a bombát, most veszi fel a bombát. És akkor így már nem lesz meg a plant. Hiába fregel egyet.
mondjuk kár azért az LK, illetve azért a VP-ért Zsoltitól, de jó, hát nekünk is volt azért ilyen körünk, amikor épp hogy nem került le a bomba és így nyert a Synapse, úgyhogy egy most ilyen kell azért nekünk is. Ott van a fordulás követő első CT-kör, 11-6, mindig eléggé nagy a különbség, de legalább most vannak M4-ek, illetve AVP vagy a Zsoltinál. Az enemy csapata pedig, hát ennek következtében, hogy még ugye plant sem volt, ekkora kényszerült, tehát azért azoknak az ekkokörökben elhúzott fegyvereknek azért itt van ilyenkor, itt jön ki ugye az eredménye, itt mutatkozik meg, és van jelentősége, csak hát ezzel most élni kell, hiszen hogyha ezt a kört megnyeri a Manager Self, akkor akár ugye az duplát is jelenthet, punch, kapott egy eléggé komoly punchot, ajaj, de jó, oké, okay. Pont nem láttuk, de elsortól meg volt a frag, na nézzük, Squirtle közben, hopp, az gyönyörű szép volt Scorch-tól, érezte, hogy ki lehet menni füstön, füst mellett, megvan a dupla ember előny, és akkor Sionnál ugye ott van az egyszerűen VP, a többieknél inkább pisztolyok, hát Sio pedig itt tartani fogja, szerintem ezt, hát én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezt már nem is kéne megpróbálni, a VP-t mindenképpen kéne menteni, a két pisztolya nem nagyon tudják megtámogatni őt. Hova tartott Squirtle? Kicsit olyan fura volt, nem tudom, vagy lehet csak én láttam ilyen furán, hirtelen. De meg lett a frag. Gyönyörű szép By My Heaven. És akkor egy játékos marad életben, ugye pedig B-apiban volt és tartotta B-apit. Hát azt a részét, amit ugye éppen most Tolkien elég a csöpessége GBK szerintem lépi. Igen. Hát ezt nem kellett volna. Ezt is amúgy ellépték már. Szerintem ez Korcs szándékosan csinálta, és nem fog rápikelni tévészobára. Kéne Underból érkezzen közben, illetve Undert lokkolja Zsolti a VP-vel. Ő onnan nem fog megérkezni. Esetleg így van. Megpróbálja majd, még ugye idő van, 17 másodperc, közel van a VP, és nagyon jó. Így az információ mindenképpen ugye Esornak, aki érkezik M4-en hátba. Kicsit föl kell tartani. Na, kinek lesz majd meg? Így van. Squirtle-nek lett meg, és ki is hozzák a VP-t. 7-11, és a jó hír az, hogy most ekkózni fognak majd a T oldalom. No. Ez még azért nem veszett ügy. De ez a kör mindenképpen kedves. Hát jó lenne, hogyha nem jutnának el plantik sem, mert az azt jelenti, hogy akkor a következő körben AVP-jük biztosan nem lesz itt a szinapszosoknak, illetve én nem akarom kockázatni, hogy nagyon erős fegyverzetük sem, illetve fegyverzet lehet. Scorchnál ott van az első, Squirtle második, át a plantik sajnos el fognak jutni. Az a négy, ezt betaláltam úgy. Zaza, ja, és hát még By My Heaven pedig itt van eléggé messze, ez Zazának kéne kitartania. És van, és hát ő pedig nagyon-nagyon messze van. By My Heaven nem tudom, mit keresett, fegyvert esetleg valahol a földön, így forgolódott, de nem talált semmit. Hát kár ezért tulajdonképpen. Pedig hány win lose, szóval vagy 5 win és 2 darab lose. A szinapszosoknak pedig 6 win, 1 lose. Úgyhogy itt most igazából így ki tudnak egyenlíteni. Meg hát kéne azért, ugye azt számogattuk Scorch-sal az előző mérkőzés után, hogy kb. A 10 győzelem már itt is azért nagyjából számogatás nélkül ugye a top 32-t jelentheti. Úgyhogy kell. Kellenek most már a győzelmek. Mindenképpen. Ajaj, a duelt, jó. Legalább Scorch tud válaszolni és trade-el a csapattársára. Pedig amúgy meg lehetett volna Squirtle-nek is. Nem sokon múlt, eléggé sok golyót lőttek ki egymásra, és végül a játék az KIA-nak adta be. Zsolt pedig számít Sióra. Az nagyon szép volt, Scorch-tól tartja Konit. Erre viszont talán ő nem számított, hogy érkezik a trade. Eddig amúgy jók a trade-ek alapvetően. Azt se tudja, hogy honnan lövik Zazát, de végül sikerül fregelnie, de hát azt nem, hát hogy attól függ, hogy hova akarja majd a nagyon szép volt Zsoltitól, igaz, hogy lovos voltam úgy Zaza, de azért ehhez kellenek reflexek. És B előtt fölveszi a bombát a By My Heaven, és hát egyszerű a képlet.
Hát valahogy amúgy, mint hogy a GBK is érezné, hogy bére kell átzárni és segíteni csapattársának, Zsoltinak a VP-vel. Mondjuk valahol ez is logikus, Jutikkal bőven megvannak, illetve ugye Diffuse Kit is van Zsoltinál, tehát esetleg, hogyha és ott van, és ott is van gyönyörű By My Heaven. Hú, elhullik. Itt van Zsinórban már a kör. A CT csapattól. Eddig ez a félidő döntetlen. És akkor megint egy kisebb pisztoly upgrade, tehát most tulajdonképpen 11-10 is lehet már akár az állás. Bye bye heaven, azaz. Bye my life. Kb. Mondhatja ezt is. Szavaz, Bornor. Damizu, hogy áll a felkészülés? Készen álltok a jövő hétfőre a Defvinre? Hát reméljük, azért volt itt már 11-5 is, úgyhogy eléggé nagy különbség. És az utóbbi 4 kört ugye hozták szkorcsék! Ajjajjajjajjaj! Pedig szép voltam, hogy a line-up Squirtle-nek azért illett volna, de hát nagyon sokan néztek rá, és az a baj, hogy ezzel a kiszedett M4-jel tudnak is fregelni. Nem csak hogy fregelni, hanem a bomba is lekerül, ki vannak füstölve rámpán. Uha, ez így egy 1v4, úgyhogy ez annyira nem tűnik easy-nek. Hát és miért tudják, hogy hol kell megtúrni ezt a füstöt. NSB plac lesz most. Ja miért most akkor izé? De azt mondta a Scorch, hogy ő most megy valami kócsolni valahova. Mozgott nekem, ugye nem placol? Placol veletek? De hát ő is a csapatnak a tagja, nem? Úgy tudom. Csak itt hazadozik nekem. Ja, a GBK-n jön, oké. Hűha, hát nem állunk jól, visszajött 2 körös hátrányra a Manager Self, és ezt egy ekókör ellen bukja el a lehetőséget annak, hogy visszajöttek volna ugye egyre, vagy jöttek volna egyre, és 11-10-re alakították volna az állást. Ehelyett 12-9 és map, illetve mérkőzés ponton vannak a szinapszosok. Ez nagyon nem hiányzott, és most ugye ők nyerekben vannak, hiszen jó fegyverzettel is rendelkeznek, utility-vel mondjuk annyira már nem állnak jól, azért egészen szép szemmel dobáltak ki, de megint megvan amúgy az ászáját, ugye kidobták a Zsoltitól kellett, csak el kéne menekülni, Squirtle-től jött a második is, Zsolti közben már Sighton, ott van a Zsoltitól a harmadik is, és számítanak ez azára, nem azért tudják, hogy amúgy ott van, nem tudják? Nem tudják akkor, hogy ninjában van, na... Zsolti, 4K, hát kérem szépen, így kell, 10, 12, nem akarják ezt engedni, ugye plant nem lett meg, de így, hogy a 2-ből ezelőtt a körben ugye el tudtak hozni szinte minden fegyvert, így ugye szinte nem kellett vásárolniuk a szinapszosoknak, ugye 4v1 volt a végén, és tehát 4 kiment, illetve 4-en tudtak fegyvert menteni. Ennek köszönhetően most még ugye tudnak vásárolni. A jó hír az, hogyha ezt a kört most nyeri a Manager Self, akkor hát talán egy játékosnál lesz erősebb fegyver, ugye ki a hénál, vagy ő fog dobni. A többiek viszont Maxi, McTen, illetve Galil párosokkal fognak majd támadni, úgyhogy, de hát ugye láthattuk 2 körrel ezelőtt, hogy Echo-ba is azért erősek az oroszok, úgyhogy nem szabad őket leírni, Squirtle pedig tartja füstöt, az gyönyörű szép, nem tudom mi volt az elképzelés, mit gondolt a költő, vagy mire gondolt itt a költő, de Squirtle számított rá, hogy majd füst oldalán kifog valaki, megjelenik valakinek a fegyvercsöve. Híha, hát jó, ez kellett mondjuk, hiszen szép volt a line-up, mármint idézőjelben, GBK-tól pedig nagyon szép volt ez is, úgyhogy Zsolti pedig számít arra, hogy by my heaven, ott van B-Sighton, illetve Api-ban. Eddig nagyon B-t nem próbálták meg így forszolni, illetve pusholni a T-t. Nagyon erős. Hát igen, de ott volt még az a 3 körrel ezelőtti Echo elleni kör, úgyhogy azt, na, ezt nem, felejtsük el. Jó, többiek, ahogyan mondtam, hogy itt 2 AK és inkább Galilok lesznek, így van. Na, időkérés, bocsánat. Technikai? De kórház? Na, már is indul, illetve folytatódik akkor a meccs. Hát nézzük, meg lesz-e a szezon első OT-ja? Én úgy
úgy emlékszem, hogy talán a Manager Self még OT-s meccset ebben a szezonban nem játszott, de javítsatok ki, hogyha tévednék. Talán egyet, de hát most nem akarok butaságot, mert annyi csapatnak a meccsét kasztanom, hogy nem, egyszerűen nem tudok különbséget tenni, de nem emlékszem, hogy kinek volt, kinek nem volt. De mindegy, az biztos, hogy Bodnarék nagyon keményen játszottak tegnap, és aki esetleg lemaradt volna róla, holnap 10 órától a TechBarát VOD csatornájára ki fog kerülni, teljes mérkőzés, nem spoilerezek, nagyon nagy volt. Na, ha valaki nagyon erős, akkor az Bodnar és csapata volt tegnap. Hát most itt azért izzadnak Scorchék, és a Manager Self egyelőre nem volt még nagyon kontakt sem, Punch, aki már közel lopódzott itt Palace-nak a kijáratánál. És a ablakba közben Zazát be is tették, és Zsoltit el tudta lőni. Úgyhogy hát Squirtle-nek itt viszont most nagyon nehéz dolga. Jézusom, by my heaven, Punch is ellövi. Hát ez így gatya. És látom, hogy már többen vagyunk. Kezdünk gyülekezni chatten, úgyhogy ez nem néz ki jól, de igazából jól néz ki, hanem tulajdonképpen ez 1v5 az tulajdonképpen gyanús volt nála, hogy ez nem lesz meg, úgyhogy jaj, hát szívesen láttam volna egy OT-t, de nem jött össze. 11-12-ről az utolsó kört a Synapse csapata hozza le, és volna. Talán itt most egy interjú nem lesz, hogy nem tudjuk megkérdezni Scorchot, mondta, hogy ugye mennie kell majd NT-t rá, igen, szomorúak vagyunk. Nem tudjuk megkérdezni Scorchot, talán azért itt a 7, illetve 4-0, aztán ugye fölzárkóztak, ott nem tudtak egyenlíteni ők, és a félidő az 2 körkülönbséggel jött meg. Én azt gondolom, hogy ha esetleg ott a pisztolykör meg lett volna, akkor mondjuk egy 7-7-es állásról másképp nézett volna ki, de a nüanszokon múltam úgy, és itt hát fölhoznám talán azt a bizonyos nem tudom már hányadik kör volt itt a végén. Ez a 21. talán kört, amit egy ekókör volt a Synapse-nál, és betolták át, és egyszerűen állva hagyták tulajdonképpen Scorchékat. Én azt gondolom, hogy az volt a fordulópont. Hogyha az megvan ugye a CT oldalnak, akkor ugye ott vagyunk, hogy 11-10, és akkor utána tudnak még akár rámenni az egyenlítés. A következő kör, ha jól emlékszem, az mindenképpen fegyveres lett volna, így van, hiszen ugye abban a körben így nem kellett vásárolniuk, tehát lett pénzük. Tehát nyilván nem lett volna egyszerű az a dolog sem, de hát igen, így azért. Ja, 11-10 helyett 12-9, és azért az nem mindegy. Na, hát NT Try, megpróbálták a srácok. GG mindenkinek, amúgy jól játszottak, láthattuk a statokat is, és legközelebb majd, ugye elvileg jövő héten játszanak, mindjárt nyitom is itt sőt inkább a naptáramat nyitom meg. Ugye jövő héten az LH Academy mérkőzése nagy esélye el fog maradni, mert ha jól emlékszem, a Verbal Abuse csapata csak 3 regisztrált játékossal rendelkezik, úgyhogy helyettük, hogyha minden igaz, akkor ugye jövő hét az 4-e, elvég 4-én ugyanúgy 20-30-tól, de Vince ellen játszik majd a League eSport, úgyhogy ha nem schedule-ezik át, úgyhogy jövő hét hétfőn akkor egy League-es mérkőzéssel várlak majd titeket, aztán likas, vagy League-es meccsel, aztán kedden ugye Manager Self, ha minden igaz, ha mindenki itt lesz, már mint az NMB-ből, és utána pedig akkor Bornerékét szerdán, hogyha a szerdai az meg lesz tartva, vagy nem lesz átschedule-ezve. Ugye itt azért vannak újra tervezések bőségesen, mind internben, mind pedig openben, tehát mi meglátjuk. Meccs az lesz jövő héten is, szerintem hétfőtől csütörtökig ugyanúgy, ahogy a héten is. A héten több stream már nem lesz, hát holnap nem, mert holnap temetőjárat, eléggé messze fogok utazni, egy egész egynapos ilyen kis családi kiruccanás jó messzire innen. Úgyhogy holnap semmiképpen nem, talán szombaton lehet, hogy egy kis Horizon Forbidden West, hogy haladjunk azért a main story-val, addig próbálok ilyen különböző questeket, ami már nem olyan sok van, meg fegyvereket fejleszteni. Úgyhogy most ugye ez a terv egyelőre, és jövő héten pedig ugye első a mérkőzések, aztán még ugye horizonozni is fogok mellette, és majd így, ahogy éppen időm engedi, akkor kis csé is most már így az én prezentációmban. Na, köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, örültem, hogy itt voltatok, sajnos egy 13-11-es veres
bocsánat, büfé veresedik voltunk a szemtanúi, de reméljük, hogy javítanak majd jövő hét kedden a menedzser, a szelfesek, szkorcsék, úgyhogy hajrá nekik. És akivel már, hát illetve holnap ugye már nem fogunk találkozni, úgyhogy jó pihit, meg jó hétvégét, hosszú hétvégét mindenkinek, és meg Halloween-ezést, aki esetleg azt is ünnepli, és akkor legközelebb majd lehet, hogy szombaton, de legkésőbb hétfőn biztosan találkozunk, úgyhogy addig is legyen szép estétek, meg szép hétvégétek, szevasztok!